szívet melengető kulturális egyveleggel várta a népi kultúra barátait a székesfehérvári horvát nemzetiségi önkormányzat. A Szent István Művelődési Házban az elmúlt időszak történéseiből fotókiállítás nyílt, majd a Kolózenekar, a tököli délszláv nemzetiségi együttes tánckara és férfi kórusa előadásában csodálhatta meg a szép számú közönség a szomszéd nemzetek egyedi népzenei néptáncos összeállítását. Szükségünk van egyfajta könnyedségre, egy kis vidámságra. Látva a körülöttünk lévő háborúkat, amely épp arról szól, hogy hogyan, miként tudnak nemzetek és nemzetiségek egymás ellen fordulni egyéb más okokból kifolyólag, úgy gondolom, hogy igen nagy boldogság számunkra, hogy itt Magyarországon, a sok nemzetiségű Kárpát-medencében, itt ebben az országban nagyon-nagyon sokféle nemzetiség békében tud egymás mellett élni, és nagyon szépen és gazdagon tudják bemutatni a mindennapi, hétköznapi kultúrájukat, és ebbe beletartozik a népzene, a néptánc, az egyéb másfajta népi hagyományaik, akár a népművészet, akár az öltözködési kultúra is számtalanféle más dolog. A Koló Együttes 1976-ban alakult, létének célja elsősorban a magyarországi délszláv népek, a szerbek, a horvátok és a szlovének népzenei hagyományainak gyűjtése, feldolgozása és színpadra állítása. Az együttes emellett természetesen foglalkozik az anyaország, a volt Jugoszlávia népeinek zenéivel is. A bemutatón ebből a sokszínű népi kultúra gyöngyszemeiből láthatott összeállítást a közönség. Az együttes 55 éves múltra tekint vissza, hiszen tavaly volt az együttes 55 éves, és az együttes arcpolitikája, hitvallása, ugye a magyarországi délszlávok, mivel tököli délszláv együttesről van szó, tehát a magyarországi délszlávok értelmez alatt a horvátok, szerbek, szlovének népzene, néptánc és kórus kincseit gyűjtötte, gyűjti, feldolgozza és színpadra állítja. Az est megerősítette a valaha volt, ma is él, a folklór pedig a maga sajátos eszközeivel jó kedvet sugároz és segít az együttélés nehéz pillanataiban is.